Valió! Aha, megy visszafele. Oda néz, milyen hal ez? Hát ez egy jó fél méter. Olyan. Ebből a halacskából itt van vagy 3-4 darab, meg itt szoktak lenni a nagy piros pontyok. Hát azok se kicsik, de ott az előbb, tehát ez a hal, ez szerintem, nem tudom, tengeri hal vagy kecsege, a kecsege az mondjuk dunai. Na mindegy, kicsit arrébb jövök, hogy ne zavarjak senkit. Na, csak megmutattam, hogy van itt mögöttem ez. Ez a recepció, ide szoktam jönni netezni, a feleségemmel skype-olni, mert itt legalább van internet, ott meg van egy parkoló. Az előbb bebizonyosodott, hogy mennyire durva és kemény, mármint úgy, hogy nem packáznak a holland rendőrök. Hú, basszus, kiültem oda, ott van egy gyerek játszótér, ott. És ez pont szembe van a wifi jellel. És ott nagyon jó, a wifi nem szakad meg a Skype, meg lehet, hogy onnan fogok majd filmet feltölteni, mert fele annyi idő, mint benne a házba. Hát a házba órákig megy föl. Hát egy megabites net, de hát ott nincs is nálunk. Nagyon messze vagyunk a wifi-jeltől. Ilyen wifi hotspotok vannak kirakva. Csak mi le vagyunk árnyékolva ilyen fákkal, meg házakkal, meg mit tudom én. Szóval, ott vagyok a játszótérem, és hát ugye beszélgetek a feleségemmel Skype-on. És egyszer így már elment előttem, remélem nem lesz érzős, egyszer így már elment előttem a rendőrség, meg vissza is jött. Hát ugye bent vagyok a gyerekjátszótéren egyedül, egy nyitott laptoppal beszélgetek, mint visszajöttek, megnéztek maguknak, aztán gondoltam is, hogy leveszem a sapkát, meg oda megyek, hogy nyugodtan nézzenek meg, nincs semmi probléma, nincs, nem okozok gondot, meg semmi különös. De aztán elmentek maguktól, és pár percre rá láttam, hogy kijöttek a kempingből. Igen, de nem mentek el, hanem szerintem leálltak valahol, és vártak valakikre. Mert nyilván azért jártak körbe többször is a kempingben, mert kerestek valakit. És megjött négy csákó, hát jóval fiatalabbak nálam, de ilyen vegyes korosztály. És ahogy megjöttek az autóba, két rendőr szedett ki négy embert, és bilincselte meg őket, és aztán pak. Vitték mindet. Valaki itt mögöttem magyarul beszél, nagyon hangosan, telefonon. Na mindegy. Jött még egy rendőrautó egyébként utána. Tehát úgy vitték el a srácokat. De nagyon gyors volt az egész. Meg nem is eszükbe se jutott egyébként menekülni, ellenkezni. Nem tudom, mit csinálhattak. Valamelyik este azt láttam, hogy itt van rendőrautó. Ó, fene ezt a szélzajt, hát ha így. Normálisabb lesz. Várj, ide teszem a kezemet, így. Egyszerűen mehetnék az erdőbe is filmezni. Na, a lényeg az, hogy ez megint csak egy ilyen rövid bejelentkezés, mert szeretnék, hogy mondjam, hát ilyen napi szinten, vagy két-három napi szinten valamit azért így hírt adni magamról. Minden frankó. Egyébként most minden frankó, most teljesen korrekt minden. Még egy pár nap, tehát jövő héten kedden már itt a fiam, már hétfőn, de már kedden dolgozni fog, remélem, hogy minden kerek lesz. Ennyi. A munkahely, szóval ez zárt osztály, komolyan mondom nektek, hogy ez zárt osztály. Nagyon hangosan szól a zenem. Mindegy. Nagyon hangosan szól a zene, holland rádió, és a slágerek minden nap pontosan ugyanaz megy le. Borzasztó undorítóak a mai slágerek. Nem zene, nem ének, semmi, valami kegyetlen, brutálisan, igénytelen, nem tudom mi, de minden nap ugyanaz megy le. Na végre ma volt egy Iron Maiden szám. Hogy keveredett bele a holland rádióba? Ilyen számok között, érted, egy Iron Maiden? Na, ezt egy kicsit kiemelem. Ezt a holland mezőnynek hívom. Van egy holland kollega, tehát lifteken állnak. Én is liften állok, és lábbal kezelem. Ez egy ilyen acélmentes rozsda? Úgy hívják? Nem, rozsdamentes acél.
ilyen lift, és hát ugye lábbal kell emelgetni. Jó, bámuljatok csak. Jött egy csomó csaj, aztán leálltak itt nézni, hogy mit csinálok. Még itt ülök basszus, azért medence szélén, mindent csobbanok egyet. Tessék. Na, a lényeg az, hogy a holland csákónak nem sok dolga van. Ő számítógépet kezel, szkennel. Igazából jön, mit tudom én, tételenként. Tehát például jön 50 marha, 100 marha, 200 marha, 30 marha, attól függ milyen megrendelés. Az első bejön, ő leszkenneli, aztán némelyikre rátűz címkéket, de nagyon nagy dolga nincs neki. És valamikor több perc, sok percekig áll, és akkor nagyon elkezd unatkozni, és mellette egy lengyel fickó van, akinek nem tudom a nevét, mert soha nem beszél. Mindig csak így ilyen komoran int. Olyan, mintha nem tudna nevetni, de amióta ott vagyok, azóta látom nevetni. Tehát az első napokban, az első héten nem láttam nevetni, de amióta folyamatosan én mindenkin hangosan röhögök. Tehát olyan szivatások mennek, hogy öröm nézni. Na, inkább ezt mesélem el. A holland elkezdett úgy csinálni, mintha fingott volna. Tehát így terelt rá a másikra. És mondtak, hogy pizza, de hát ugye nem tud elmenekülni, mert ugye jön a rengeteg marha. Megint. Jön a rengeteg marha fölötte. A mennyezeten. És hát van neki is kb. 5-6-7 másodperce arra, hogy a késével elvégezze azt a rövid munkát. Így aztán a következőt tudta tenni. Tényleg azt hitt, hogy fingott a holland. És akkor így visszafogta a lélegzetét, és hát nagyon sokáig visszatartotta a lélegzetét pontosabban, és a másik mögött vigyorgott, így terelte rá, hogy pizza, stb. Magyarázott neki hollandul, aztán a fiszkó, mikor nem bírta tovább, hogy kiengedte a levegőt, na a holland akkor fingott. Szóval ezt kiszámolta előre. És akkor a fickó már nem tudott mit csinálni, azt mondja, hogy levegőt kellett, hogy vegyen, és akkor be kellett, hogy szippancson. Szerintem nagy geci dolgok ezek. Remélem, hogy nem lesz annyira szélzajos, mint ahogy én gondolom, rohadt utálom a szélzajt. Állandóan verekednek. Jobbára a lengyelek, úgy kell elképzelni őket, hogy ezek nem hurkapálcikák. Olyan magasak, mint én 192 vagyok körülbelül, én vagyok közöttük a legmagasabb. Így aztán valamilyen szinten egy kicsit tiszteletnek örvendek a szemükben. Azt hiszem a vadállatok terén van ez így, hogyha valami magasabb, akkor nem támadják meg talán, vagy sokan támadják meg. Na ez rám érvényes, mert ők például azt csinálják, hogy ugye lógnak a marhák egymás mellett, és így van a rutin. Mindenki arra utazik egyébként, hogy a rutint kijátsza. Tehát mindenkinek van egy feladata, a rutin feladat, ami egy pár másodperc. Na most, hogyha ebből sikerül kizökkentenie, akkor kurva nagy röhögés van. És az van, hogy rutinszerűen el kell neki menni a fal mellett, mit tudom, egy pár métert, és valamit csinálni, a másik így elbújik, érted, két marhát így összetol, mögé bújik, és érted, így várja, hogy ott menjen el mellette. Na, de tényleg akkor a gyerekek, mint én, ilyen hegyomlások, már mint magasságra, igen, de én például hurkapálcika vagyok hozzájuk képes. Nagyon széles gyerekek, akik hát fiatalkoruk óta ezt csinálják, és nyers erő van bennük, tehát kurva, masszív, izom, érted, így, összeroppantanak a kezükkel, olyan gyerekek. Tehát beülnek a kantinba enni, és azt látod, hogy egy csomó hegyomlás ott ül. És ezek nem gyúrni járnak, hanem egész nap marhákkal pingpongoznak. És akkor tényleg jön a másik srácot el, azt elbújik két marhát össze, és így püf, nekiloki a falnak, érted? Azt el kell rajta rögni. A másik se hagyja magát, persze. És azonnal, hát jó, eleinte ilyen játék, box megy, csak tudod, egy kis ütés, utána a másik egy kicsit nagyobbat már. És ez ilyen 15-20 másodperces, a végén már egész komoly verekedés, mert egyik sem hagyja magát. Na most nekem esélyt sem adnak. Tehát a legnehezebb feladatot adták, amit senki nem szeret csinálni, és hát ma röhögtek rajtam, mert 3 vagy 400 marha jött be, és mondták, hogy gutárbájt, már azt tudják, hogy milyen nyelven beszéljenek, tehát majd erről külön kell, hogy témát csináljak, meg filmet csináljak, hogy hogyan tanulom az angolt, úgyhogy folyamatosan lengyelül és németül beszélnek hozzám, meg már hollandul, mert ugye aki több éve itt van, az tud hollandul is.
Na mindegy, és vannak ilyen zavaró tényezők, érted, hogy hatalmas zaj van. Tehát nem elég, hogy szól a rádió mellette, még ez rengeteg hát menet közben a munka zaja, ilyen vaskampók, meg a gépek zaja, meg mit tudom mi, és akkor mondják az angol vezényszót, amit tehát így oda kell figyelnem, majd rá pár másodperc múlva, de hát nem értem. Mert akkor a zaj van, és összekeverem a szavakat. Tehát hogy mondtam is nekik, hogy nekem a stop, meg a rope, az nekem ugyanaz. Ugyanúgy hallom, hogyha 5 méterről mondja, hogy stop, rope, nem tudom eldönteni, hogy melyik. Oké, na onnantól érted. Hol lengyelül mondják, hol németül mondják ugyanazt, hol meg hollandul. És akkor csak nehogy összekeverjem a stop, rope, meg ilyeneket. És akkor már mondják, hogy tau, az meg hollandul, nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de a rope, angol megfelelője, akkor hát, tehát itt angolul tanulni így munkaközben esélytelen, hogy folyamatosan lengyelül, németül és hollandul beszélnek hozzá, mert az a kollega, aki elment, tehát aki tudott angolul, az elment szabadságra 4 hétre, ő beszél csak angolul, az összes többi az németül beszél. Mit akartam mondani, basszus? Elkavartam a témát. Na igen, ezek a hegyomlás gyerekek. Ja, hogy nekem esélyt sem adnak. Nekem mindig ketten jönnek. Ketten jönnek egyszerre ellenem. Tehát olyan a helyzet, hogy nagyon kínban vannak, amikor az egész sor leáll egy pár másodperc. Akár 5-10 másodperce leáll, azonnal szivatják egymást. Nem csak engem, vagy verekednek. Tehát, de utána szakadnak a rögést, tehát ha nagyon keményen összeverekednek 10 másodperc alatt, mert csak így hülyítik egymást, engem is folyamatosan, hát ketten visznek le a földre, és tehát azért én sem vagyok hülye, visszaütni már nem nagyon szoktam, mert teljesen felesleges, mert csak addig ütnek, amíg földre nem visznek. Jó, hát nem ott van, hogy lefekszek, de már ahogy közelítenek, érted, tehát látom a szemükön, hogy így két ember így a közelembe került, ebből biztos, hogy verek, de nem tudok menekülni a liftről, érted, és akkor az egyik a nyakamba levő köteleket megfogja, és így lerántja a fejemet a korláthoz, és így oda szorítja a korláthoz, érted, fuldokolva röhögök rajta, a másik meg a lábamat így boxolja, érted, a combomat, meg mit tudom, és egyre erősebben, és hogyha mit tudom, én nyakon rúgom, vagy mellbe rúgom, vagy onnantól kezdve még jobban ütver. És akkor tudod, leesek, azt már ott szakadok a röhögést, hogy új basszus, nagyon-nagyon durva szivatások mennek. De hát pont az a lényege neki, hogy kamera figyel mindent. Tehát mindenkinek takarás, amikor ilyesmit csinálnak, mindenkinek takarásban kell lennie. De ezt megfigyeltem, hogy nagyon ügyelnek rá. Hú, basszus. És pont ezért lehet röhögni az egészen. De ezt elmondtam a film elején, vagy a másikét? A fingósat mondtam el szerint. Tehát ma például volt olyan, hogy a holland a lengyelnek a liften, hát ugye aki a számítógépet kezén nem sok dolga volt, és így egy ilyen műanyag, ilyen gumiszerű lap volt a kezében, egy zöld valami, és így a lengyel késezett folyamatosan, tudod, van egy pár másodperc, amíg elhalad előtte a marha, és akkor így lóbálta az óra előtt, hogy Arbeit. És akkor így németül mondja neki, érted? Igen, tudom, mert a német, tehát ő németül beszél az a faszi. Hú, szerintem nektek ennyi elég is lesz. Meg nekem is. Megyek vissza. Csinálok valami vacsorát. Meg jobb a rövid film.